volt. Szokatlan kép fogadta a Vidámparki tónál sétálókat pénteken délután. A szabad művelődés háza mellett ugyanis apró párnákon ücsörgő kis emberekre, maszkos és akrobata fiatalokra figyelhettek fel a járókelők. A furcsa látvány nem másnak, mint egy utcaszínházi előadásnak volt köszönhető. Sok-sok fagyit adni. A Sehonnai Királyfi című előadást keltették életre az utcaszak kulturális egyesület tagjai. A történetre a gyermekek voltak a leginkább kíváncsiak. Leülni és csöndbe maradni. Molnár Gergő például Keszthely mellett él családjával, most azonban a székesfehérvári nagymamájánál nyaral, ő hozta el a produkcióra. Azt mondja, szereti a színházat, csak az a baj vele, hogy előadás közben mindig csöndben kell maradnia. Mátyás király mese az a kedvencem, de viszont még anya nem olvasta nekem, csak néztem. De azt már nagyon régen azért elfelejtettem. Most azonban sem Gergőnek, sem pedig a többieknek nem volt tiltva a megszólalás, sőt a produkció a nézők interakciói nélkül nem is kelhetne életre. Erről már az utcaszínház művészeti vezetője beszélt. Simon Balázs azt mondja, előadásaik improvizatív jellegűek és interaktívak, így nincs két egyforma. A történet menete a közönség igényei szerint alakítható, és ez adja a színészek és a nézők számára is azt a bizonyos varást. Rettentő sok energiát kapunk a nézőktől. Igen, szóval szinte olyan, hogy így bár se fáradunk. Persze azért ez napi három előadás után nem ennyire elmondható, de azért de valóban egy olyan, tehát mindegyikünk egy valamilyen módon egy tradicionálisabb világból érkezett, és ez mindegyünk számára új. Tehát itt hiába vagyok én egy 20 éves tapasztalattal színházi téren, én számomra is teljesen újak ezek a helyzetek, amiket itt átélünk. Pénteken a mese mellett egy idősebbeknek szóló előadást is láthattak az érdeklődők, Folytassátok címmel a tóparton. A 4 évvel ezelőtt alakult csoportban a színészek mellett artisták is dolgoznak. Az egyesület tagjai az olasz Commedia dell'arte hagyományaiból építkezve, a magyar színjátszás elemeit felhasználva alakították ki saját, a nézők és a szereplők fantáziáját is megmozgató stílusukat.